Mérnökképzés. A korszerű gyakorlati oktatást szolgálja a Szavári Egyetemi Központ új gépgyártás technológia laborja. Fúzió. Az oktatási államtitkár hivatalosan is bejelentette, hogy a szombathelyi egyetemi karok 2017. január 1-től az ELTE részeként működnek tovább. Kullancsinvázió. Több mint 60 féle betegséget terjeszthetnek a Vas megyében is nagyon elszaporodott vérszívó rovarok. Ez a Szombathelyi Televízió híradója. A műsorvezető Pesenhoffer György. Jó estét kívánok! Gépgyártás technológiai labort avattak a Szavária Egyetemi Központban. Az intézmény tavaly indította el duális gépészmérnöki képzését. Ezek a több mint 100 millió forint értékű gépek a hallgató korszerű gyakorlati oktatásában játszanak kulcs szerepet. Ezek a CNC technológiák igazából a mai kor szimulált képviselik, mind a két gép egy mostani beszerzés. Ilyen modern eszközök szolgálják a következő tanévtől a gépészmérnök hallgatók gyakorlati képzését. Az új labort a kormány támogatásával mintegy 1,5 milliárd forintból alakították ki. Ezzel az abráziós vízvágó berendezéssel például a hallgatók megtanulhatják, miként lehet méretre vágni a különféle anyagokból készült elemeket. Az itt beszerzett eszközök, ezek a legmodernebb technológiákat fedik le, és egy olyan modern környezetben, ugyanis egy környezet átalakítás is megvalósult, nem csak egy eszközbeszerzés, egy olyan modern környezetben, amelyik már a 21. századi mérnökképzést alapozza meg. Az első gépészmérnöki évfolyamra háromszoros volt a túljelentkezés. 80 hallgató tanulhat duális formában. Képzési idejük egy részét az egyetemen, másik felét a 11 nagyipari vállalatnál töltik, amelyek az egyetem partneréül szegődtek. Alapvetően itt egy tanítóképző főiskola egyetem bázisán hoztunk létre egy tökéletesen idegen képzést, gépészmérnök képzést. Nyilván azért annyira nem volt idegen, hiszen a alapdisziplinák matematika, fizika az jelen volt, tehát ez itt mégis egy másfajta képzés. Az, hogy ezt gyakorlatilag 3 évvel az ötlet felmerülése után már a második évfolyamot iskolázzuk be, és úgy tűnik, hogy az érdeklődés töretlen a képzés iránt, ez mindenképpen sikertörténet. A képzés révén enyhülhet az autóipari cégeknél tapasztalható mérnök hiány a régióban. Az egyetemi központ célja, hogy a jövőben további mérnöki szakokkal bővítse műszaki képzési kínálatát. A gépgyártás technológiai labor átadóján hivatalosan is bejelentette az oktatási államtitkár, hogy a szombathelyi karok 2017. január 1-től az ELTE részeként működnek tovább. A fúzió mindkét intézmény számára előnyökkel jár. A Szavária Egyetemi Központ 2008 óta a Nyugat-Magyarországi Egyetem égisze alatt működött. Ez idő alatt leépültek a képzési helyek, és folyamatosak voltak a finanszírozási problémák. Tavaly indultak az elszakadási törekvések, felmerült egy önálló felsőoktatási intézmény létrehozása is, illetve megkezdődtek a tárgyalások az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel. Néhány napja mindkét intézmény szenátusa az integráció mellett szavazott. Az ELTE az vállalta, hogy szombathelyi karokat integrálja. A Nyugat-Magyarország Egyetem nyilvánvalóan azért itt egy kicsit fájó szívvel, de azt mondta, hogy valóban ők is úgy látják, hogy jobb helye lesz a szombathelyi képzésnek az ELTE-n belül, de ezért aztán a fenntartó itt nem tehet más, csak azt mondhatja, hogy ha egyébként ez a közösségnek, ez az intézménynek az akarata, akkor ezt támogatjuk. A tervek szerint a két kar január 1-től, a hallgatók február 1-től kerülnek át az ELTE-hez. Szeretné tovább vinni a pedagógus képzés hagyományait Szombathelyen, és egy regionális módszertani központ létrehozásában gondolkodik az ELTE. Azt hiszem, van arra némi feladata, lehetősége, és persze esélye is a fejlődésre, hogy itt a berzsenyi legendát fölkeltse, föltámassza, és egy nagyon komolyan megerősített tanárképző, tanár továbbképző módszertani oszlopot építsen. Fejlesztenék a sport- és egészségtudományi képzéseket, valamint informatikai és villamosmérnöki szakokkal bővítenék a műszaki képzési profilt.
További műszaki kompetenciákkal fog bővülni a Szombathelyi Képzőközpont. Ez a smart mérnöki, tehát mérnök informatikus, villamosmérnök határterületén mozgó, ami aztán a gépészmérnök képzéssel is hozzákapcsolódik. Mondjuk képzeljünk el egy autonóm autót, egy autonóm járművet, amelyik önmagát vezeti. Ennek a teljes mérnöki lefedettsége az, ami a mi feladatunk lenne ebbe a központba, és a fejlesztéseket már ebbe az irányba terveztük. Ez a rend, ez új év, ez vonzó lesz a tanárok, a szülők és a hallgatók számára is. Az integrációt üdvözölte Hende Csaba országgyűlési képviselő és Puskás Tivadar polgármester is. A városnak erős gazdaságra van szüksége, és erős gazdaságra akkor lehet, hogyha erős felső oktatása van. A szombathelyi intézmény tehát a jövő évtől ELTE-s diplomát ad ki. Azt remélik, sokan döntenek úgy július 12-éig, hogy megváltoztatják felsőoktatási jelentkezési sorrendjüket. Hosszú távon a hallgatói létszám megkétszereződését várják. Kitüntetések az egészségügyben, koszorúzás a kórházban, programok a hétvégére. Rövid híreink következnek. A Városházi Semmelweis Ignác díjátadó ünnepségen vehettek át kitüntetéseket azok, akik kiemelkedő munkát végeznek Szombathely egészségügyi ellátásában. Szombathely egészségügyiért díjban részesült Vigné, Horváth Ilona és Masát Péter, kiemelkedő egészségügyi munkáért díj első fokozatát kapta Gáspár Mihályné és Téglás Károly. A kiemelkedő egészségügyi munkáért díj második fokozatát vehette át Bencsicsné Séra Viktória, Horváth László, Stummerné Leposa Anett és Stéger Andrásné. A Hősök éve rendezvény sorozat részeként az Egészségügyiek napja alkalmából a Markusovszky Kórház Huszárúti részlegében megkoszorúzták a katonaorvosok és ápolók emlékművét. A világháború idején, illetve még az azt követő években is emberfeletti munkát végző szakemberekre Puskás Tivadar polgármester emlékezett, majd Hende Csaba országgyűlési képviselővel közösen megkoszorúzták az emlékművet. Gazdag programkínálatból válogathatnak a hétvégén a szombathelyiek. Szombaton délelőtt 10 órakor kezdődik az Aréna Szaváriában az ifjúsági tűzoltók országos versenye. Délután 3:30 kezdődik a főtéren a 8. horvát nap. Az Izeumban, a Szombathelyi Képtárban és a Schmidt Múzeumban szombaton 18 és 24 óra között kiállítás megnyitóval, előadásokkal, tárlatvezetésekkel és különféle foglalkozásokkal folytatódnak a Múzeumok Éjszakája programsorozat. Az érdeklődők ezen az estén ellátogathatnak a törvényszékre és a levéltárba is. Kullancs invázió van Vas megyében, ezt mondja az egyik üzemorvos. Ez pedig leginkább a gyenge télnek köszönhető. A pókok családjába tartozó vérszívók több mint 60 féle betegséget terjeszthetnek. A vírusos agyvelő és agyhártya gyulladás ellen van védőoltás, a Lyme-kór ellen viszont a legjobb megoldás a megelőzés. Akár a nagyváros parkjában, játszótéren, kertekben, de leginkább az erdőben tartózkodókra jelent nagy veszélyt a több vérszívó, így a Kullancs által terjesztett Lyme-kór. Vas megye Magyarország legfertőzöttebb területei közé tartozik. Erről a megyei tisztifőorvos a Szombathelyi Televízió Hétvége című magazin műsorában beszélt. A Lyme-kór az százas nagyságrendbe fordul elő évente Vas megyében, de azért nem több százas. A bejelentésre kötelezett betegségről vagy állapotváltozásról van szó. A tavaly évben 160 körüli jelentés volt. Ez azonban csak a jéghegy csúcsa. A fertőzések mindössze 30-40%-ában jelenik meg a figyelmeztető bőrpír, az úgynevezett Lyme folt, így sokan nem fordulnak orvoshoz. A legtöbb az 5-6 kullancs is volt bennem egy-egy munkanap, de olyan is volt, hogy egyszer megszámoltam, hogy a nadrágom mennyi volt, és akkor olyan 40-50-nél abbahagytam, de azok nem bennem voltak, azok csak másztak az ember testén. És akkor az ember csak kézzel lesöpörte magáról őket. Az erdészet munkatársai naponta járják az erdőt. Az agyhártyagyulladás elleni védőoltást rendszeresen megkapják, ez viszont nem véd a komoly tüneteket okozó, sokszor évekig lappangó Lyme-kór ellen. Fodor Béla nemrég élethalál harcot folytatott a kórt okozó szuperbaktérium ellen. Nem volt előtte üzleti fájdalmam, izomgyengeségem volt, amit a tünetek között szerepelt szédülés, fáradékonyság, heves izadékonyság, látászavarom volt a
a pupilla reflex nem úgy működött, ahogy kellett volna bizonyos fényviszonyok mellett, mintha eltolással lettek volna az írások írva. A Szombathelyi Erdészeti ZRT üzemorvosa sokszor találkozik a Lyme-kórral és társfertőzéseivel. Egy korai fázis a szerencséseknek bőrtünet, és ez az, az állapot, ami igazából tökéletesen és teljesen gyógyítható. A későbbi fázisok, vagy korai disszeminált, hogy egyszerre nagyon sokféle tünettel jelentkezik, sokkal nehezebben gyógyíthatók, mondhatni, nagyon rögös az út. Tehát küzd az orvos is, meg a beteg is és a páciens is. A borrelia baktérium az eddigi ismeretek szerint a szifiliszhez hasonlítható, több mint 300 féle betegség tünetét tudja előidézni. Ha nem ismerik fel időben, nagyon komoly egészségkárosodást okoz. A legfőbb védekezés ellene a megelőzés. Fontos tehát az alulról zárt ruházat, valamint a különböző riasztószerek használata. Régi mesterségekbe kóstolhatnak bele a gyerekek az Agora Kulturális Központ kézműves táborában. Szerdán délután a Vasi Skanzenben jártak a táborozók, ahol népi játékokat próbálhattak ki, és sorversenyen mérhették össze ügyességüket. Ez mi? Ebből lehet inni? Lopó, úgy hívják. Hogyan nyerték ki a régiek a bort a hordóból, ezt is megtudhatták a gyerekek a Mesterségünk címere elnevezésű kézműves tábor szerdai foglalkozásain. A Skanzenbe látogatott el a csoport, hogy eredeti környezetben ismerkedhessenek a régi tárgyakkal, népi mesterségekkel. Az Agora kézműves tábora idén két turnusban várja a gyerekeket, összesen 60-an töltik itt vakációjuk egy részét. Elsősorban régi mesterségeket elevenítünk fel, ilyen a szalmafonó, bőrös, szíjjártó, fazekas, kékfestő, és még számtalan mesterséggel ismerkednek meg. Vigyázz, tarts! Én biztos vagyok. Ez a nap elsősorban a játékról szólt. Ügyességi feladatokban és sorversenyben vettek részt a gyerekek. Az ékszerészek és a szabók csapata vetélkedett egymással, a kellékeket pedig a népi kultúra tárgyaiból válogatták össze. Nagyon szeretem én a gyermekek házához. Vannak régi barátok is, meg hát a szüleim dolgoznak, és úgy engem leadnak a táborba, és úgy tudnak dolgozni. És addig én sem unatkozok itt. Szerettek kézműveskedni, és ebben még azt tetszik nekem a táborba, hogy vannak ismerőseim, sok dolgot megtanulhatok, hogy hogyan kell elkészíteni őket, és hát a tanárok is nagyon jók, a foglalkozások is, és a nekem a kedvenc foglalkozásom az a kötélverés. A kézműves tábor következő turnusa július 11-én kezdődik. Ezen kívül kalandvágyó gyerekek számára fürkésztábort szerveznek sok kirándulással, természetismereti foglalkozásokkal. A nyár utolsó hetében pedig az iskolába készülődő kisdiákokat várják az Irka-Firka táborba. Szent Mártonról egy percben. A Szent Márton nap a néphagyományban az újbor ünnepe, a must borrá való átváltozásának ideje is egyben. A boros gazdák szívesen dicsekedtek egymás között az eredménnyel, kölcsönösen kóstolgatták és véleményezték az új bort. Szent Mártont a szőlőtermelők és a borkészítők is patronusuknak tekintik. Mártonhoz és a borhoz népszokások, hagyományok, szólások kapcsolódnak. Ilyen a borfújtó Márton, ami abból ered, hogy a bor Márton nap környékére for ki, ekkor tájt lehet lefolytani, vagyis a hordóba ütni a dugót. Miután ilyenkor derül ki, hogy milyen lett az új bor minősége, mondják azt, hogy a bornak Márton a bírája. A részegséget, illetve a másnaposságot Szent Márton nyavajájaként emlegetik. Szent Márton pohara a mártonnapi áldomás és a gyógyító célú borivások emlékét őrzi. Utóbbi arra utal, hogy a középkori hagyomány szerint Márton túri sírjától a kenyér és bor elfogyasztása után a lázbetegek és az ördöngősök gyógyultan távoztak. A céhvilágban a jól dolgozó mesterlegényre azt mondták, megérdemli a Márton poharat, vagyis méltó a városi áldomás borra. A gazdák az időjárási megfigyelésekből a következő évi szőlő és bortermésre próbáltak következtetni, úgy tartották, ha Márton napján az eres csatornák zúgnak, a prések jövőre zörögnek. De azt is mondták, ahány csepp eső hull a szőlőtőkére, olyan sok szőlő lesz rajta ősszel. Thank you.
hagyományoknak megfelelően idén is minden korosztálya számára nyári edzőtábort szervez a Svitelszki Haladás VSF futszál szakosztálya. A kisebbek Szombathelyen, míg a nagyobbak Keszthelyen töltenek el együtt egy hetet. Évek óta bevett szokás a Haladás futszál szakosztályánál, hogy a nyári szünetre sem hagyják teljesen leállni az utánpótlás korosztályokban sportoló gyerekeket. Az edzőtáborok közül jelenleg az U13-as korcsoportja zajlik az Oladi iskola sportcsarnokában. A lurkók napi két edzésen vesznek részt, melyeken természetesen a labda játssza a főszerepet. Mi általában az év 10-11 hónapjában heti hármat tudunk edzeni a srácokkal, így a napi két edzéssel ez ugye 10-re jön ki gyakorlatilag a héten, ami szinte 3 hétnyi edzést tud magába ölelni. Minél többet érnek a gyerekek a labdába, nyilván ez a cél, minél többet találkoznak vele, és ez mindenkinek hasznos. Az edzések között szabadidős programok is színesítik a napközis rendszerben zajló tábori életet. A gyerekeket moziba, strandra, bowlingozni viszik a velük foglalkozó szakemberek. Nem csoda, hogy ennek köszönhetően remekül érzik magukat a srácok. Nekem azt tetszett a legjobban, hogy két edzés van egy héten, minden nap, és voltak szabadidős programok is. Nekem a tófürdő tetszett a legjobban, ott például tegnap voltunk. Az edzők mindent megtesznek, értünk, figyelnek ránk. A fiatalabb korcsoportok napközis rendszerben Szombathelyen edzőtáboroznak. A nagyobbak, az U17-es és az U20-as korosztályok azonban a hónap végén Keszthelyre utaznak, és ott töltenek el egy hetet ideálisnak mondható körülmények között. A Szombathelyi Televízió híradóját látták. Műsorainkat az interneten a www.stv.hu címen nézhetik meg. Híradónkat óránként sugározzuk. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!